megbízást kell kötelezően végrehajtania. Tehát azt a papírt megvennie, amire a megbízást kapta. Becsapni nem csaptam senkit, legalábbis én úgy érzem. Egy hivatalt kivéve. Egy hivatalt kivéve, igen. Sajnos vannak olyan pártok, akik a fiatalokat kellene, hogy képviseljék, és ezek is inkább most már a biztos szavazásra a nyugdíjasokra mennek, mert az biztos, hogy az a nyugdíjas nénike el fog menni, hogyha holnap 2 kiló krumplit vehet a piacon ingyen. Hát a legkevésbé derül át, az a 90-es eredmény megduplázása lett. Úgy érzem, hogy ellenem nem annyira szeretnek sakkozni, mert nyilvánvaló, hogy presztízs dolog, hogy mondjuk egy 14 éves gyerektől kikapjon az ember. Jó estét kívánok, Baló György vagyok. Milyen hetük volt? Mi a Drót második adásának készítése közben azon is izgultunk, hányan látták első műsorunkat. Ezt persze nem tudjuk pontosan, de hadd reméljük, hogy mindig többen lesznek velünk. 1993 egyik világpolitikai szenzációja egy évtizedek óta remélt, mégis váratlan készfogás volt. Yitzhak Rabin, Izrael miniszterelnöke és Yasser Arafat, a palesztin felszabadítási szervezet elnöke fogott kezet Washingtonban. Reményt keltő, de ellentmondásos béke folyamat kezdődött. A fegyverek nem hallgattak el. Olyannyira nem, hogy tüntetések, összecsapások, áldozatok után az elmúlt héten Hebron városában tömeggyilkosság történt, amely sokkolta a világot. Egy palesztin értelmiségi azt mondta egy amerikai riporternek, nem akarjuk elpusztítani a béke folyamatot, de azt sem akarjuk, hogy az pusztítson el bennünket. Avar János és Láng András összeállítása. A kérdés csak az volt, hol, mikor és melyik oldal szélsőségesei próbálják valamilyen véres és vérlázító cselekménnyel meghiúsítani a történelmi izraeli-palesztin megbékélést. Hebron városa a fő és a jelképes jelölt volt a múlt pénteki tragédia színterére. Itt már 1929-ben lemészároltak történetesen szintén 60-valahány palesztinai, tehát nem bevándorolt zsidót. És azt követően, hogy 1967-ben történetesen éppen Rabin tábornok, a mai izraeli kormányfő csapatai szállták meg Hebront, itt valakinek mindig volt oka valamit megtorolni. Hiszen ez az egyetlen arab város, amelybe beleékelődött egy zsidó település, Kiryat Arba. Így lett Hebron a békétlen együttélés terepe, mindkét fél szélsőségeseinek fellegvára. Csodával határos, hogy a múlt péntekig a béke és az imádkozás szigete maradhatott a mindkét vallás által szentként tisztelt Ábrahám sírbarlangja fölött épült kegyhely, ahol a pátriárkák Ábrahám és fia Izsák emlékének adózva imádták az egy Istent, zsidók és muzulmánok, tisztesen megosztozva a templomon és az időn. Ezúttal végzetesen egybeesett a két vallás ünnepe is. A tömeggyilkos orvos az éjjeli vigalom után indult a hajnali imára már letérdelt arab hívők közé, vállán a percenként 700 golyót kiröpíteni képes gépfegyverrel. A minden reggel ugyanitt imádkozó Baruch Goldstein egy Izraelben már a választásról is kitiltott szélsőséges pártnak a tagja volt. Azé a párté, amelyet a 2 éve New Yorkban arab ultrák által leterített Kahane rabbi alapított. Az Amerikából áttelepült orvos engesztelhetetlen nézeteiről néhány 1981-ben a New York Times-hoz írt olvasói levele is árulkodik. A nyers igazság az, ha Izrael el akarja kerülni az Észak-Írországihoz hasonló problémákat, határozottan el kell távolítani az arab kisebbséget határain belülről. És azt is írta még, Izraelnek hamarosan választania kell, hogy zsidó, avagy demokratikus állam legyen. Az tehát egyáltalán nem csoda, hogy az elvakult telepes azután ragadott fegyvert, miután Rabin és Arafat Clinton áldásával egy készfogással próbálta áthidalni évtizedek kölcsönös gyűlölködésének szakadékát, és már-már megvalósulni látszott a palesztin önkormányzata megszállt területeken. A gyilkos és öngyilkos merénylő meg akarta valósítani azt a tételét, amely szerint a zsidó telepeseknek járó területet arabtalanítani kellene. Bár golyózápora a muzulmánokra zúdult, el akarta ő találni a szerinte öngyilkos politikát folytató Rabin kormányt is. Ezért is mondott ki a hatóság ezúttal nem csak az arab helyiségekre, hanem a zsidó településre, Kiryat Arbára is kijárási tilalmat.
az összetűzések meggátlására, és azért is, mert Rabin nem csak Arafat felszólítására tudja, hogy a szélsőséges és fegyveres zsidó telepesek kordában tartása nélkül nem tartható sínen a békealkudozás sem. Mert a szörnyű merénylet után most az a kulcskérdés, leteríthetie a békét egy szál terrorista, aki, miként az ilyenek mindannyiszor, szándékosan el akarta indítani az erőszaklánc reakcióját. Komor, nem csak vádaskodással, hanem észszerű önváddal is terhes napok teltek el a merénylet óta, és így vannak jelek, hogy talán mégsem kell a szerencsétlen áldozatok után a béke történelmi alkalmát is eltemetni. Az öldöklés után szinte percekkel Rabin már telefonált Arafatnak. Kinek talán már nincs is visszaútja, az ő szélsőségesei sem bocsátják meg azt a készfogást. Rabin pedig vitán felül, és éppenséggel Goldstein doktor tételére más választ adva kívánja megőrizni Izraelt zsidó és demokratikus államnak. Ehhez a megszállt területek palesztin problémájától és nem palesztinjaitól kell megszabadulnia. Csak akkor volt és marad realitása az izraeli-palesztin békének, ha senki terrorista nem ejtheti túszul. Clinton is ezért sietett a merénylet után telefonálni, Arafatnak is, Rabinnak is. I also call on all the parties to exercise maximum restraint in what we all understand is a terribly emotional situation. Az amerikai elnök azonnal meghívta a feleket Washingtonba, ahonnan immár el sem engedné őket. Ha néhány hónapja valóban elszánták rá magukat, a két oldal racionális politikusai nem engedhetik meg, hogy megint egyszer a mániákus megszállók és a megszállott mániákusok üljék a tort a közösen leterített tetemek és a béke fölött. A béke folyamat még él. Magyarországon egymondatos hírek adták tudtul, hogy február 26-án 77 éves korában meghalt Futó Dezső, akiről azt írták, a Kis Újság újságírója volt. Ez igaz, de Futó Dezsőre kisgazdapárti politikusként is emlékezünk. 1947-ben arra kényszerítették, mondjon le parlamenti képviselői mandátumáról. Segédmunkásnak szegődött. 1952-től 56-ig politikai fogoly volt. Később a vendéglátóiparban dolgozott. De akárhol volt, akármit csinált, tanácsait mindig keresték kortársai. Kalandos 20. századi magyar életéről beszélt 1988-ban Vida István történésznek, ebből idézünk most. Még ma is sokszor megkérdik tőlem, hogy tulajdonképpen mi volt az én foglalkozásom, mire azt a választ szoktam adni, hogy akasztott emberen kívül minden voltam, ez is tiszta véletlen volt, hogy elkerültem. Szirmai azt mondta nekem, hogy nézze, Futó úr, már megvolt a rehabilitációm, hát minden, bárhova mehet, ahol nem írnak és nem olvasnak. Még ma is az van beírva a személyi lapomba, vagy könyvembe, hogy foglalkozása újságíró szakács. Bár mennyire is göröngyös és meglehet, és kátyus volt ez az út, én ugyanezt az utat járnám meg, mint amit megjártam. Futó Dezső. 5 éve még közreműködött a Független Kisgazdapárt újjászervezésében, de politikai munkát nem vállalta, fölkéréseket visszautasította. Tájékozott, tapasztalt ember, sokat ismert akkor. Futó Dezső bölcsember volt. Mit csinálhat valaki Magyarországon, ha pénze, esetleg kárpótlási jegye van és értékpapírba szeretné fektetni? Farkas Zoltán először megkérdezett egy urat, aki könyvelő, tehát jártas a számok világában. Ön hogyan informálódik? Honnan tudja, hogy melyik brókercéghez érdemes pénzt vinni? Kiben bízik, kiben nem bízik? Lehet egyáltalában ezt tudni? Hát megmondom őszintén, hogy ez szerintem nagyon nehéz tudni, mert információ különböző cégekről, megbízott információ nagyon nehezen szerezhető be. Az ember legfeljebb elmegy a cégbíróságra, ott a cégbíróságon rövid tájékoztatás után fölküldik a második emeletre, és ott van az a helység, ahol a cégnek a utolsó mérlegét, adatait, cégbejegyzését betekintésre átadják. Most már tele vannak az újságok is hirdetésekkel. Express hirdetési újságban találtam egy olyan lehetőséget, hogy egy pénzügyi tanácsadó KFT a kárpótlási jegyet 100%-on átveszik, és utána ők ezt
20%-kal azonnal kifizetik, tehát a névérték 20%-át, további 80%-ot viszont majd a 60 nap vagy 70 nap után adnák át a további, tehát 70 nap leteltével az egész 100%-ot kifizetni. Most én ezt kedvezőnek találtam, én adtam egy ajánlatot, hogy én 85%-on vagy 80%-on azonnal átadom a kárpótlásjegyet, és ezt vásárolják meg. Na most természetesen ebben nem mentek belőle, ők azt mondották, hogy a hirdetés szerinti 20% azonnal, tehát egy ötöd része, és a további 80% pedig 70 nap lejártával. És így ők körülbelül 200 milliós értékű kárpótlási jegyet akartak összegyűjteni. Nem hagytam ott a kárpótlási jegyemet, mert a dolgot hát egy kicsikét furcsáltam, és nem találtam. Utána nézett valahogy, hogy milyen most, volt ez a cég? Mit lehetett róla megtudni? Megpróbáltam utána nézni, és én a megadott név alatt a cégbíróságon nem találtam bejegyezve ezt a KFT-t. Értik, ugye? Nemrég a talán legismertebb magyar brókercégről kiderült, hogy állami vállalatok és intézmények pénzét ingatlanokba fektette, és ezért nem tudott nekik lejáratkor fizetni. Ha minisztériumi szakemberekkel előfordulhat, hogy nem képesek befektetett pénzükhöz jutni, mit tehet ön? Megteheti például, hogy megkeresi azt az érettségizett fiatalembert, akit Erdős Gábor talált valahol Magyarországon, és aki az ifjú magyar kapitalizmus nem föltétlenül törvényes, de tényleges szereplője. A szakmámból nem igazán értem meg, és gondoltam, hogy egy kicsit megpróbálok egyről a kettőre jutni, úgymond. És amikor hallottam, hogy lesz egy ilyen kárpótlás Magyarországon, akkor gondoltam, feladok egy olyan újsághirdetést, hogy kárpótlási jegyet vásárolok, és erre az emberek reagáltak. Az üzletnek a lényege az volt, hogy apránként összeszedni a jegyet, és nagyobb tételben továbbadni. Másfél év telt el azóta, mennyit keresett ezen az üzleten? Hát jóval többet, mint egy átlagfizetés. Elég szerényen mondtam. Milliókról van szó, így mondom. Mint tudjuk, a kárpótlási jegyekért részvényeket is lehet venni. Így van, részvényeket is lehet cserélni, és azzal is foglalkozom, hogy elvállalom azt, kárpótlási jegy tulajdonosoknak, hogy az ő kárpótlási jegyét, ha nem ragaszkodik az azonnali készpénzfizetéshez, ilyen csere alkalmával befektetem, tehát részvényre cserélem, és majd az abból nyert nyereségen közösen osztozunk. Ez a kárpótlási jegy tulajdonosnak is egy elég viszonylag jó befektetés, hiszen nem kell 60-70%-on eladni, hanem esetleg kijöhet neki 100 vagy talán még több százalék is. Min múlhat az, hogy az emberek, akik felhívják, vagy felkeresik ön, megbíznak önben? Nézzel, nagyon nehéz válaszolni. Talán látják a családot, gondolják, hogy én most a 100 érnyi kárpótlási jegyével nem fogok kereket oldani. Körülményeket figyelik, nem tudom. Vagy hallják valakitől esetleg, aki előzőleg már nálam járt, hogy nem járt rosszul. A legnagyobb kockázat az lehet, hogy esetleg kirabolnak, elviszik a pénzt. Más nem. És mit kockáztat ön? Ezt én is. Ez az egyik, amit kockáztat, de hát ezt bár akár ki kimegy az utcára kockáztatja, hogy kirabolja. A kockázat talán az, hogy amit végzek tevékenységet kereskedésnek veszik, és az ugye köztudott, hogy nem törvényes dolog, tehát ezért végül is felelősségre vonhatnának. Más kérdés az, hogy valaki van készpénze, tőkéje, és azt be akarja fektetni, szíve joga, tehát kismértékben ezt lehetne végezni, tehát lehetne vásárolni kárpótlásjegyet, lehetne eladni kárpótlásjegyet. Hogy hol a határ, tehát amikor már büntetendő, üldözendő, azt én nem tudom megállapítani. Az igazság, hogy én ezzel nem foglalkozom. A lelkiismeretem tiszta, becsapni nem csaptam senkit, legalábbis én úgy érzem. Hát egy hivatalt kivéve. Egy hivatalt kivéve, igen, de ott sincs különösebben lelkiismeret furdalása. Ez ugyebár az adóhivatal. Így van. Nem adózik természetesen egy fillért sem az utána tevékenység után, amit csinál. Mivel nem törvényes a tevékenység, nem is adózhatok, hiszen most bemennék, hogy én ebből adózni akarok, abból azt hiszem nagyobb problémát csinálnék magamnak. Ha hivatalosan óhajtanám végezni ezt a tevékenységet, tehát mint broker, egy broker cégnél,
hogy broker célt kívánnék létrehozni, ahhoz 50 milliónyi készpénzre volna szükség kapásból, de ezen kívül még különböző épületek, tárgyi feltételek, tehát attól elkezdve, hogy nem tudom hány telefonvonalnak kéne lenni. Ez egy nagyon komoly beruházásra járna, ami hát azért az én erőmet nagyságrendekkel meghaladja. Tehát ha nagyon akarnám, se tudnám csinálni, semmiképpen sem nincs rá esélyem, hogy ezt hivatalosan csináljam. Én szeretném hivatalosan csinálni, de erre nincs esély. Ha nekem most kárpótlási jegyem van, akkor ön szerint mi az a legjózanabb forma, amit én választhatok, hogy ezt befektessem? Akinek több kárpótlási jegye van, tehát itt értem a több alatt, hogy legalább egy 100 000 fölött, az egyszerűen nem tudja lejegyezni jó részvényre a kárpótlási jegyét, mert nagyon kevés azért az a jó részvény, amit eddig felajánlott az Ávű, és hogy a jövőben mik lesznek azok, azt még homály fedi. Tehát mondogatják, hogy majd a tavasszal lesznek jó részvények, ami előfordulhat, hiszen itt a választások előtt egy-két embernek esetleg érdeke fölvinni a kárpótlási egy árfolyamát. Tehát én számítok arra, hogy lesznek jó részvények, viszont nem biztos. A másik fele pedig az a dolognak, hogy volt ilyen, hogy Globus részvény, 10 000-nyi kárpótlási jegyet fogadtak el fejenként, tehát ha valakinek csak 30 000-et odavitt, hogy azt szeretné átváltani a részvényre, 20 000 kárpótlási jegyet visszaadtak neki, 10 000-et fogadtak el, mert akkora volt az igény, az érdeklődés rá, hogy egyszerűen nem jutott több. Mennyire követi azt, hogy a broker cégek milyen forgalmat bonyolítanak és körülbelül hogy működnek? Nekem a broker cég nem konkurenciám, amit ő meg tud vásárolni, vásároljon meg, én nem tekintem őt ellenségnek vagy ellenfélnek. Nyilvánvaló, amit ő megvesz, megvesz, amit én megveszek, én veszek meg. Keressen ő is, én nem arra törekszem, hogy csak én járjak jól. Na és mit mond erre ő? Szerintem ő nem örül a hozzám hasonlóknak, de elfogadja, mert ez a kárpótlási egy olyan senki földje, azt hiszem egy kicsit, tehát olyan speciális helyzet, amire nincsenek jogszabályok kidolgozva, mert egy olyan friss dolog. Akkor megkockáztathatom azt a kérdést is esetleg, hogy elképzelhető önök között, mármint ön és egy brókercég között valami fajta együttműködés? Hogyne. Hát ez meg is történt többször is. Tehát mondjuk ön egy biztos forrás a brókercégeknek. Így van. Akire építhet és számíthat. Igen. Ezt is értik, ugye? Akinek ez a fiatalember esetleg mégsem nyerte meg a bizalmát, az követheti Farkas Zoltánt a budapesti értéktőzsdére. Egészen pontosan mit csinál egy broker, tehát egy alkusz? Miből áll a munkája? Hogyan találkozik az ügyféllel? Milyen megbízást fogad el? Megbízás abból áll, hogyha egy ügyfél eldöntötte, hogy mit szeretne a tőzsdén keresztül vásárolni, illetve eladni, akkor bejön a brókercég irodájába, és ott egy bizományosi szerződést kötünk vele. Tulajdonképpen itt kezdődik az ügylet. A bizományosi szerződés minden pontos részletét tartalmazza annak, hogy az ügyfél mit szeretne csinálni. Vegyünk egy példát, most a tőzsdén forog mondjuk a Primagáz névre hallgató részvényt. Hogy szólhat egy megbízás? Hát egy megbízás úgy szólhat, hogy szeretne valaki venni 100 darab Primagáz részvényt, és a limitár 3 000 forint, ami azt jelenti, hogy ennél az árnál drágábban nem szeretne hozzájutni a részvényhez. Ha ennél olcsóbb, természetesen a szerződések olyanok, hogy a broker megpróbálja lehető legjobban teljesíteni ezt az ajánlatot. Tehát, hogyha a piaci ár 3 000 forint alatt van, akár 2 900 forint, akkor azon az áron fogja venni. Viszont, hogyha a piac 3 000 forint felé emelkedik, akkor természetesen nem teljesíti a megbízását. Az mikor kell fizetni? Mindig előre kell fizetni, hiszen a brokernek is szüksége van bizonyos fedezetre. Hogy nehogy az történjen, hogy megveszi az értékpapírt, aztán utána az ügyfél esetleg úgy dönt, hogy mégse kell neki. Utána a megbízás a tőzsdére kerül. Ez a munkánk másik része tulajdonképpen, hogy itt a tőzsdén megpróbáljuk teljesíteni a megbízását, amit az előbb elmondtam. Ezt a bizományosi megbízást nyilvánvalóan jutalék fejében teljesítik. Mekkora a jutalék? A jutalék a brókercégek között változó. Legjobb tudomásom szerint 0,7 és 2% között van. Plusz még kiegészülhet egy fix jutalékkal, ami annyit jelent, hogy a jutalék, teszem azt 1%, de minimum 2000 forint. Ami annyit jelent, hogyha a vételárból kiszámított 1% kevesebb, mint 2000 forint, akkor 2000 forint jutalékot kell fizetni a brokernek. Milyen kockázatot vállal el az, aki átad néhány ezer, néhány tízezer, néhány százezer forintot a broker cégnek? Hogy elveszik a pénzt, ilyen nem lehetséges, hiszen a törvényekből és a szabályzatokból adódóan minden ügyfélnek külön számlát kell vezetni,
és az értékpapír felügyelet pontosan meg tudja nézni, hogy a szerződésnek minden pontja teljesült-e. Előfordulhat-e itt a tőzsdén, hogy egy broker cégnek államkötvény vásárlására ad megbízást valaki, és nem azt vesz, hanem mondjuk ingatlant? Hát elméletileg nem fordulhat elő, mert egy brokernek az a kötelessége, hogy a megbízásait végrehajtsa, ha tudja. És nem dönthet szabadon abban, hogy mit vásárol helyette. Még abban az esetben sem, hogyha mondjuk az ingatlan vásárlás az erőnyösebbnek látszik? Akkor sem dönthet másképpen. Őneki a megbízást kell kötelezően végrehajtania. Tehát azt a papírt megvennie, amire a megbízást kapta. Egyáltalában egy broker cég vásárolhat ingatlant? Megengedi a szabályozás? Természetesen, mint minden más vállalat, mint befektető, vásárolhat ingatlant. Az üzlet menetéhez szükséges ingatlant, hiszen valahol el kell helyezkedni. Az egy más kérdés, hogy egy broker cég az ingatlan forgalmazással foglalkozhat-e? Erre egyértelmű a válasz, nem foglalkozhat ingatlan forgalmazással. Honnan tudja a befektető, hogy mi lett a pénzével? Hogyan tudja azt ellenőrizni? Hát minden esetben, amikor a broker megköt egy üzletet, akkor visszaigazolást kell készítenie az ügyfélnek. Ez lehet szóban vagy telefonon a visszaigazolás, és a legtöbb esetben ez írásban, faxon vagy levélben történik. Milyen gyenge elemei vannak ennek az egész láncolatnak? Ez zárt láncolatnak látszik. Úgy látszik, hogy itt nem fordulhat elő, hogy bármelyik cég, bármelyik broker, bármelyik pénzintézet másra fordítja a pénzt, mint ahogy a megbízás szól. Mik a gyenge elemek? Két gyenge eleme van igazából. Az egyik gyenge elem az a csalás. Ugye, hogyha valaki csal, azon a legtökéletesebben záró rendszer sem tud igazából védelmet nyújtani. A csalás, lopás, hamisítás, stb. Ellen ugye a büntető jogeszközeivel kell fellépni. Ez világos, hogy az ellenőrzésnek kell viszonylag szorosnak lennie, hogy gyorsan kiderüljön, hogyha ilyen történik. De sajnos a csalás ellen semmilyen rendszer, sem a banknál, sem az értékpapírforgalmazónál nem ad igazából lehetőséget arra, hogy ez kikerüljön. Hogyan informálódhat egy ügyfél? Hogyan válaszol magának brókert? Kinek higgyen, kinek ne higgyen ezek után? Hát ez a legnehezebb kérdés, amit feltehet. Én azt kell mondjam, hogy van 50-valahány brókercég ma már, akik tőzsdetagok, tehát akiknél minden további nélkül lehet megbízásokat adni. Meg kell kísérelni adott esetben, aki új ügyfél, néhánynál elkezdeni kisebb ügyletekkel, és megnézni azt, hogy ők milyen rendszerben, hogyan veszik fel a megbízást, hogyan kezelik az ügyleteket, hogyan igazolnak vissza, hogyan működik a rendszer. Mik a figyelmeztető jelek? Hát a figyelmeztető jelek, a pontatlanság feltétlenül. Nincs visszaigazolás. Ma adtam egy megbízást, ma ezt teljesíteni lehetett, ugye én figyelem az árfolyamokat újságba, televízióba, hírközlő szervekbe. Figyelem az árfolyamokat, megköthették az én üzletemet. Mégse kötik meg, vagy nem jeleznek vissza. Mi történt? Miért nem kötötték meg az üzletemet? Másik lehetőség, hogy ugyan van visszajelzés, hogy megkötötték az üzletet, de nem kapom meg, mondjuk telefonálnak, de nem küldenek nekem még napok múltán sem semmilyen írásos visszaigazolást. Hol van az én letétigazolásom? Hol van a papírom? Hol van a pénzem? Ugye attól függően, hogy melyik oldalon áll az adott befektető. Ezek a leginkább olyan jelek, amelyek alapján azt kell mondani, hogy célszerű elmenni egy másik brokerhez. A fejlett piaci országokban azt szokták mondani a brokerek szabályozására, hogy know your client, tehát hogy a brokernek az a dolga, hogy ismerje meg az ügyfelét, ne menjen bele olyan dologba, amit esetleg az ügyfél nem tud teljesíteni, és aztán a broker is bajban marad. Én ezt egy kicsit megfordítanám, és azt mondanám, hogy az ügyfél tegyen meg mindent annak érdekében, hogy az ő broker cégét megismerje. Meg fogjuk tanulni. A Magyar Demokrata Fórum országos gyűlésének végén nemrég egy szónok azt mondta, ez férfi munka volt. Pedig figyelemre méltó, hogy a párt elnökségének új tagjai közé három nőt is jelöltek. Közülük Dobos Krisztina tagja lett az elnökségnek. Az elnökségi tagság az egy jó érzés, hiszen több tízezer ember küldötteként 700 ember választott meg, és azért azt gondolom, hogy ez egy nagy bizalom. Egyrészt a pedagógusok iránt, mert én sohasem tagadtam, hogy tanár vagyok, másrészt a nők iránt. Mint politikus kisebbségben vagyok a férfi politikusokkal szemben, azt hiszem, hogy egy nőnek éppen a politikában háromszor annyit kell teljesítenie, mint egy férfinak, hogy észrevegyék. Nekem ez alkalommal csak 2,5-szer annyit sikerült. Komoly dilemmát jelent az ember számára, hogy egy ennyire férficentrikus helyen, mint a politika, a parlament, hogyan tudja megőrizni a nőiességet. Ha egy nő meg tudja tartani a női tulajdonságait a politikában is, akkor több beleérző képessége van egy vitában, jobban meg tudja érteni a partnerét, kevésbé szélsőséges talán, ugyanakkor szenvedélyesebb, a részletekre is tud figyelni,
talán könnyebben megérti a másiknak az érveit, tehát kompromisszumkészebb. Határozottabb lettem, nagyon sokat tanultam. Valóban szakmai szempontból is nagyon sokat tanultam, szervezési szempontból is nagyon sokat tanultam a 4 év alatt, és minden bizonnyal ez a tudásanyag az, ami határozottabbá tett. És egy kicsit keményebb is lettem, de azt hiszem nem csak én, hanem mindenki közülünk, mert ez egy nagyon-nagyon kemény küzdelem volt. Az elmúlt 40 évben voltak mindig a dísznők, akiket kineveztek nőknek, volt egy kormánytag meg a parlamentben. A nőszövetségek valójában nem igazán a nőket képviselték, egy ilyen ideális nőt. Aztán jött a demokrácia, és itt valahol egy picit háttérbe szorultak a nők. Lehet azért, mert ők maguk nem akartak vállalni szerepet. Én is úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha férfi képviselő jelöltek mennek a ringbe. Az első fordulóban is most azt tapasztalom, legalábbis a Demokrata Fórumnál közel 30 női képviselőjelölt van, tehát majdnem háromszoros a 90-esnek. Ez azt jelenti, hogy a nők is rájöttek arra, hogy az ő szerepük, az ő feladatuk, az ő probléma megoldó képességük az segítheti a politikát. Szívből való meggyőződésem, hogy nem lesz már szokatlan a parlamentben a női képviselő, hogy nem lesz szokatlan, hogy hölgyeim és uraimat kell mondani, egy akármilyen magas szintű külföldi delegációt megszólítva egy idegen állam vendégfogadójának. Fantasztikusnak találom ezt a 4 évet, még a nehézségével együtt is. Azzal együtt is, hogy néha nagyon nehéz volt elviselni a körülményeket, a hangokat, a vádakat, a kételkedést. Ezzel együtt egy igazi hőskornak érzem, és amit negatívumként élek meg az, hogy emellett a nagy intenzitású munka mellett nagyon nehéz az emberi kapcsolatokat ápolni, a barátságokat, a családi kapcsolatot. Az bizony megsínli az ilyen hosszú ideig tartó intenzív munkát. Én boldog vagyok az anyaságomban, és nagyon kitűnő emberek, a gyerekeim, mélyen hívő keresztények segítik azokat a narkós gyerekeket, akiket az Isten a gondjaikra bízott, és ezt 4 évet csinálják, éppen 4 éve, és én büszke vagyok rájuk, mert rajtuk keresztül az országnak abba felébe is volt alkalmam beletekinteni, amelyikbe talán egy politikust kevésbé engednek be, én tőlem már nem menekül el. A narkós gyerek se nem hiszi azt, hogy megfogom és beviszem a kóterba. Nagyon szeretek dolgozni, és nagyon élvezem azt, amit csinálok, hiszen nagyon kevés embernek adatik meg, hogy azt mondják, hogy csinálj egy közoktatási törvényt. Én ezt úgy érzem, hogy az életem egyik legnagyobb ajándéka. Nem változott meg a magánéletem, de inkább egy félelem van bennem attól, hogy az ember egy idő után elveszti a barátait, ha nem tud gondolni rájuk, nem tud törődni velük, nincs ideje rá, hogy odafigyeljen a másik emberre. Nagyon barátságos a férjem, és nagyon toleráns, és a fiam is, hiszen ő most már 20 éves, tehát nincs annyira szüksége rám. Nagyon kritikusan figyelik az én politikai tevékenységemet, úgyhogy nem könnyű az életem ebből a szempontból. A barátaim nagy része megmaradt. Sokan drukkolnak, sokan bírálnak, de alapvetően nagyon sokat találkozom velük, nagyon sok emberrel ismerkedtem meg, és olyan emberekkel dolgozok, akikkel nagyon szeretek együtt lenni. Mához 4 évre szeretném azt mondani, hogy ami most még hátra van, azt végig tudtuk csinálni. Rengeteg feladat van hátra, nagyon sok mindent elkezdtünk, nagyon sok ragyogó tervünk van, és lenne mit tennünk a következő 4 évben. Egy picivel pihentebbnek szeretnék lenni. A májusi választások előtt sokat fogunk hallani pártokról, kampányokról, politikusokról, jelöltekről. De a drót nem csak rájuk, hanem azokra is kíváncsi, akikért mindez történik. Kóti Judit sorozata a magyar választópolgárról. Műszak vége Esztergomban a magyar Suzuki-nál. Locskai Balázs, az összeszerelő üzem 27 éves csoportvezetője, korábban 10 évig autószerelőként dolgozott a Dorogi Volánnál. Felesége közgazdasági szakközépiskolát végzett. Kislányuk születése után 3 évig gyesen volt, most könyvelőként dolgozik. Locskaiék 1 éve laknak abban a városszéli házban, amelynek szükséglakásait nemrégiben adta el az önkormányzat. Az 53 négyzetméteres lakáshoz 800 000 forintért jutottak. A házaspár jövedelme családi pótlékkal együtt havi 38 000 forint. 4 óra, amikor itt megindul nálunk az élet, mert akkor jön haza a feleségem a kislánnyal, én 16:30-ra érek haza, és akkor onnan a fűtések, vacsorakészítés, fürdés, fürdetés,
Lefekvés, és hát reggel korán kellünk, mert mindjárt megy, és így megy el a hét. Ha jönnek a jödök kirándulni, mindenféleképpen szeretném, mert nagyon szeret a kislányunk is kirándulni, mi is nagyon szeretünk kirándulni, hát és az még túl sok pénzben sem kerül, hogy elmegyünk a környező hegyekbe. Locskai Balázsnak nem volt könnyű bejutnia a Suzukihoz. Autószerelői gyakorlata a japán munkaadók szemében inkább hátrányt, mint sem előnyt jelentett. Ők fiatal, 8 általánost végzett, szakképzetlen munkaerőt kerestek, akiket a magyar üzem építésével párhuzamosan Japánban tanítottak be. Akkoriban arról érkeztek hírek, hogy a kiküldött magyar fiatalok és a japánok együttműködése nem felhőtlen. Egy részük megszokta, más részük megszökött a japánok megkövetelte munkatempó és fegyelem elől. Locskai Balázs maradt. Azok, akik fellázadtak, jogosan lázadtak fel. Jogos volt minden követelés. Ugyanakkor mi voltunk többen, akik azt mondtuk, hogy akkor is végigcsinálják, ha jogtalanul csinálják. És ha olyan dolgokat csinálnak ellenünk, amit most már főben járó bűn, de akkor is végig kell csinálnunk, mert muszáj. A Suzuki feldobott nekünk egy olyan lehetőséget, egy olyan labdát, amit nem szabad kihagyni. Tehát nagyobb kereseti lehetőség, egy kiugrás az életből, hogy valamire vigyük, és hát ugye itt volt a család is, és hát valamit kellett csinálni, mert abból a pénzből nem lehetett kijönni. Büszke arra, hogy a férje az autógyárban dolgozik? Hát inkább arra, hogy dolgozik. De hogy végülis egy biztos pont azért kell a családba. És hát most tényleg az enyém az egyáltalán nem az. De hát végül is igen. Amikor ő bekerült, akkor az még nagy szám volt bekerülni. Most, hogy Suzuki-ban dolgozik az ember, akkor azon nagyon lenézik. Tehát tényleg a városban mai napig is az van, hogy na, Suzuki-nál vagy, öreg. Hát szóval egy ilyen lenéző. Úgyhogy nem nagyon híresztelik, hogy Suzuki-ban dolgozik. Megszoktunk egy nyugodt, laza magyaros tempót. Itt viszont egy keményebb tempót kellett megszoknunk, és nagyobbak voltak az elvárások, nagyobbak voltak a követelmények. Nehéz volt átállni arra, hogy mi most tényleg a 8 órában dolgozunk ki. De azt úgy percre pontosan. Mert hogyha a munkaidő vége előtt 1 perccel leállunk, azt másnap reggel keservesen megbánjuk, mert azt az 1 percet másnap reggel kell behoznunk. Hát ez mi legyen? Repülő. Honnan tájékozódnak? Milyen hírforrásokból? Az újságokkal úgy vagyunk, hogy amit bedobnak, azt olvasgatjuk, de a rádió és a televízió. Az, amit talán legjobban hallgatom. Sőt, mostanában többször a rádióból. És vannak olyan, pláne a mai időkben, amikre odafigyel az ember, mert értek le, hogy most mi történt. Mennyi bizalommal vannak ezek iránt, az orgánumok iránt? Hát, nagyon remélem, hogy azért ezek legalább, amit elhangzanak, azért már valós hírek, és nem pedig. Ha elmondanak egy olyan riportot, ami nekem nem tetszett, már ugye a témakör eleve, akkor úgy felpörgetem magamra, hogy inkább meg se nézem. Szóval ez most egy olyan dolog, hogy én most fiatal vagyok, és nagyon nem szeretem azt, mikor elkezdik mondani a nyugdíjasok problémáit. Szerintem a nyugdíjasokon már annyit segített ez az ország, hogy számomra az már egy olyan téma, hogy én azon már csak felidegesítem magam. Vannak olyan dolgok, amiket nem szabadna ennyire kiteríteni. Tehát például értem ez alatt, egy konkrét példát mondok, hogy a pártok közötti ilyen ellenségeskedés, mint a parlamentben van, hogy veszekednek egymással minden, ezt nem biztos, hogy nyilvánosságra kellene hozni. Mert az emberekbe egy olyan ellenszenvet kelt egyes, nem a pártok, hanem egyes emberek miatt, hogy hát ugye én arra a pártra szavaznék, de mivel, hogy az a elnök, nem szavazok rá. Nem kellene a saját pártjukat is ezzel lejáratni. Mert nem emberekre, hanem pártokra szavazunk. Voltak 90-ben választani? Voltunk. Most már így utólag megkérdezhetem, hogy kire szavazta? Te a Fideszre. Ez Fideszre, de akkor én, vélemény szerint akkor én nem gondoltam át a dolgot. Szóval akkor tényleg elmentünk, és akkor azon nem egészen. Elmennek idén választani? Én elmegyek. Biztos vagy-e? Egyetlen egy olyan párt nem volt még, aki
teljesen szívből igazából a fiataloknak a sorsát kicsit utána nézett volna, hogy most mégis nem kellene velük valamit csinálni. Én legalábbis, tehát a saját véleményem az, hogy én arra a pártra, akik egy kicsit fel és tápolják ezt a fiatalok problémáját, én arra fogok szavazni. Folytatása következik. Február 27-én tartotta egynapos kongresszusát a Magyar Szocialista Párt, ezután készült a következő beszélgetés Horn Gyulával, aki a párt elnöke és országos lista vezetője. A Magyar Szocialista Párt azt mondja a választópolgároknak Magyarországon, jobban járnának, ha egy másik párt vagy más pártok kormányoznák ezt az országot 1991 májusától. Miért? Azért, mert úgy ítéljük meg, hogy ez a mostani kormányzat nem azt a politikát folytatja, amit kellene. Mi úgy ítéljük meg, hogy azt, amit elkezdtünk 1990-ben, sokkal jobban is lehetne csinálni, folytatni. És ahogy a kongresszusunkon is megfogalmaztuk, kezdet-kezdetén követték el a nagy hibákat. És gondolok mindenek előtt arra, hogy be lehetett volna vonni a kormányzásba sok rátermett szakembert, és nem tavaszi nagy takarítása ijesztegetni a szakembereket. Arra gondolok, hogy elfuserálták a kárpótlás ügyét. Vagy az jut eszembe ilyenkor a 4 év mérlege kapcsán, hogy mennyi mindent csináltak ideológia alapon, és nem a gazdasági, szociális átalakulásnak a konkrét kérdéseivel foglalkoztak. És mindez párosult, meg kell mondanom, hogy meglehetősen öntelt, mondhatni, pökhendi kormányzási stílussal. Ezért én úgy ítélem meg, hogy sokkal jobb kormányt érdemel ez a nemzet. Hogy egy megszűnt tévéműsor címét idézzem ebben a kampányban, ha valakire ösztűz fog zúdulni, az a Magyar Szocialista Párt ezen belül ön személyesen. Erre hogyan készülne? Ilyesmire készülne nem lehet. És meg kell mondom, hogy minden ilyen ösztűz keretében megfogalmazott vádra, rágalomra nem is érdemes válaszolni. De azt megmondtuk tegnap is, hogy azt azért nem hagyjuk, hogy belénk töröljék a cipőjüket. Azt nem hagyjuk, hogy olyasmit vessenek a szemünkre, amelyek nem igazak, semmi közünk hozzá. Én, amit meg kell mondanom, elkeserítőnek tartok, az az, amit a Magyar Televízió művel, közszolgálati szolgáltatás televíziózás címén. És amit különösen elfogadhatatlannak tartok, hogy mindezt nem a kormányzat vagy az MDF finanszírozza ezt a televíziót, hanem mi, adófizetők, a mi pénzünkből tartjuk fönn, és azt hiszem, joggal megérdemelnék az emberek, hogy olyan árut, olyan műsort kapjanak, amely pluralista, amely ténylegesen bemutatja különböző nézeteket, érdekek hordozóinak a véleményét. Igen, ez a mocskolódás folytatódni fog, bizonyára nem lett volna, és nem lenne olyan heves, ha ugyanott tartanánk, ahol 1990-ben. Tehát ha az MSZP nem lenne a választások egyik esélyese, akkor nem igen törődnének velünk. Én viszont azt hiszem, hogy ez a az ország, ez a társadalom döntő többsége felnőtt, és bölcsen tud dönteni a rágalmak, a mocskolódások és egyebek közepette. Az ön megítélése szerint a választásokig hátralévő időben mire vállalkozzon, mire vállalkozhat ez a parlament és ez a kormány? Én úgy ítélem meg figyelemmel az országgyűlés munkájára, hogy már sok értelme nincs. És nem tudom hova tenni azt az igyekezetet, hogy most sorra hoznak be olyan törvénytervezeteket, vagy megpróbálnak behozni egy, amelyet nem hoztak be az elmúlt 4 év során. Miért nem tudtak, és ebben nekünk volt ellenzéki pártoknak javaslatunk, hogy milyen törvényeket kellene megalkotni, és fölük botját sem mozgatták. Az ön megítélése szerint 1994. június 1-én milyen helyzetben kell lennie ennek a kormánynak? Tehát mire számít, hogy milyen kormányt kell akár folytatnia annak, aki jelenleg kormányoz, akár átadnia? Kormány és államháztartás. Nézze, én azt hiszem, hogy 1994 májusa után a koalíciós pártok, mert biztos vagyok abban, hogy kormány koalíció alakul, és nem egy párt fogja alakítani az új kormányt. Mindennek előtt egy valóságos helyzetképre van szüksége. Anélkül nem tudja megtenni azokat az intézkedéseket, lépéseket, amelyeket a mi felfogásunk szerint 94 végig meg kell tenni. Mi, mint ellenzéki párt, és én azt hiszem, hogy minden 3 ellenzéki párt osztozik, igazából nem ismerjük az ország valós helyzetét. Azt tudjuk, utolsó fillérig elköltötték a 94-es költségvetés tartalékait. Az utolsó fillér. Kettő, azt tudjuk, hogy körülbelül egyharmada, egynegyede, pontosan nem tudjuk megmondani, ennek a költségvetési hiánynak belső forrásokban elfinanszírozható. Tehát újabb külső forrásokat kell bevonni. 3.
Azt tudjuk, hogy június 30-ával lejár a Nemzetközi Valuta Alappal kötött ideiglenes megállapodás, már pedig az ország nem finanszírozható egy új, lehetőleg 3 évre szóló megállapodás nélkül. Azt tudjuk, hogy duplájára nőtt a belső államadóság, de nem tudjuk, hogy milyen újabb terhek nyomják majd. Itt gondolok arra, hogy nagyon sok éppen a privatizációs kapcsolódó bankokra ráerőszakolt kölcsönök kihelyezése folyt, amelyek összege szakértők szerint mindegy 130 milliárdra tehető. Tudjuk, de nem ismerjük pontosan a kárpótlással járó kötelezettségeket, amelyek az eddigi számadatok szerint mindegy 230 milliárdra rúgnak, és nem akarom tovább sorolni. Tehát kell egy helyzetkép, hiszen üres államkasszával néz szembe az új parlament és kormány, nagy vállalt kötelezettségekkel, amelyeket mindegyikét nem ismerjük, és annak alapján kell kidolgozni az előbb emlegetett intézkedéseket. Úgyhogy ezzel kell, szerintem elkerülhetetlenül ezzel kell kezdeni az új koalíciós tárgyalásnak először, majd a működő koalíciónak a tevékenység. A legkevésbé derülátó elképzelései szerint hány mandátumra számít? Hát a legkevésbé derülátó az a 90-es eredmény megduplázása lenne. Mandátumok, mandátumok. Neki láttunk, hogy a választási kampány kezdetére összegyűjtjük önöknek a jelenlegi parlamenti pártok emblémáját, jelképét, lehető legrövidebb szlogenjét, tehát jelszavát, és azt, hány parlamenti mandátumra számít az adott párt. Íme a táblázat a 90-es választási eredmények sorrendjében. MDF, biztos lépések, nyugodt jövő, 130 mandátum. SDS, szívvel, ésszel, tisztességgel, 100 mandátum. A két parlamenti kisgazdapárt, független kisgazdapárt, Isten, haza, család, 97 mandátum. Egyesült kisgazdapárt, növekedés, biztonság, 40 mandátum. MSZP, kiszámítható jövőt, 85 mandátum. KDNP, mindenkire számítunk, nekünk mindenki számít, 50 mandátum. Fidesz, ha már unod a banánt, válaszd a narancsot, 78 mandátum. Mindösszesen a magyar parlament összesen 386 képviselői helyére, a remények szerint 580 mandátum. Két hónap múlva megtudjuk, kik veszítik el a majd 200 mandátumot, hiszen a parlamentben 386 hely van, és e helyekért ráadásul parlamenten kívüli pártok is versengenek, amelyekről később készítünk hasonló összeállítást. A drót vendége a három legismertebb magyar közvéleménykutató vállalkozás egy-egy vezetője. Melyek a legfrissebb felméréseik eredményei, kinek-kinek, tessék? Nálunk január végén volt utoljára országos vizsgálat. Ebben a biztos szavazók körében a pártpreferenciák úgy alakultak, hogy a szocialisták tovább növelték az előnyüket, kb. 32% azoknak, akik tudták, hogy milyen pártot akarnak választani. Őket választották, statisztikailag nagyjából azonosan álltak az MDF, az SDS és a Fidesz. A Sondipszosz február végi vizsgálatot, tehát ezen a héten befűzött vizsgálata, ez egy 2000 fős országos reprezentatív mintán, nem növekedett tovább a szocialista párt szavazóbázisa, némileg növekedett a Szabaddemokraták Szövetségé, körülbelül stagnál a Fidesz azon a szinten, mint januárban volt, és valamelyest csökkent az MDF picit, tehát statisztikai hibán belüli arányban. Median február 18 és 23-a között csinált legutóbb országos reprezentatív felmérést. Ennek a legfigyelemre méltó eredménye talán az, hogy tovább növekszik a szavazó kedv az országban, ma körülbelül 66% elmenne szavazni, ami nagyon hasonlít a 90-es végeredményéhez az első fordulónak. Ezen belül fontos megjegyezni, hogy még mindig nagy a bizonytalanság, sőt egy kicsit nagyobb, mint korábban, körülbelül a biztos szavazók 1/3 nem tudja, hogy kire fogja adni a voksát. A többiek pedig nagyjából olyan megoszlásban, mint a másik két intézetnél, első az MSZP, és utána holt versenyben a három SDS, Fidesz, MDF. 2,5-3 millió ember e pillanatban vagy nem tudja, hogy elmegye szavazni, illetve nem tudja, kire fog szavazni. Erre a 2,5-3 millió választópolgára vajon mi teszi majd a legnagyobb hatást? Elsősorban az, hogy az egyéni jelölteket meg fogják ismerni. Tehát a kampányok abban az értelemben belérte az összes kampány hordozót, hogy képes-e az egyéni listán megmutatni, hiszen a magyar választási rendszerben döntő lehet az, hogy az egyéni listákon milyen arányban képesek a különböző pártok aktivistáit, jelöltjeit valóságos mandátumhoz juttatni. A pártprogramok eljutnak az emberekhez? Tehát tudják a választópolgárok, hogy egy-egy pártnak mi a programja?
Szerintem ebben a pillanatban nem. Kérdés az, hogy az elkövetkező két hónapban melyik jelszavakat tudják eljuttatni. Nem hiszem, hogy kész programokat el tudnak juttatni. És a programok alapján lehet különbséget tenni pártok között? Tudnak általában választók különbséget? Az emberek nagy része nem tud. Én ma is úgy látom, hogy elsősorban érzelmi alapon döntenek. És hát persze egy csomó olyan benyomás van, ami egy pártnak mondjuk az egész elmúlt időszakban mutatott viselkedése kialakított valamilyen képet az emberekbe. Konfliktusos párt, nyugodt párt, észszerű párt. Ez azt feltételező, hogy tudják, hogy az adott pártnak kik a vezetői, vagy ki a vezetője, tudják? Meglepő módon sok ember nem tudja sok politikusról, hogy hova tartozik. Annak ellenére, hogy például határozott véleménye van róla. Ez még a nagy pártoknál is előfordul, de a kisebb pártoknál, köztársaságpárt, szociáldemokrata párt, igen nagy arányban az ismert politikusokat nem tudják a pártokhoz kapcsolni. Ugye a parlamenti pártokon kívül sok párt indul ezeken a választásokon. Egy ma relatíve ismeretlen pártnak mekkora esélye van, hogy valamennyire ismerté tegye magát a következő intenzív két hónapos kampány alatt? Én azt gondolom, hogy még akkor is kicsi az esélye, hogyha nagyobb pénz lehetőségei vannak, tehát magyarul a kampányhoz nagyobb pénzzel hozzá tud jutni, nagyobb televíziós, rádiós vagy sajtó óriás plakát. Az összes kampányeszközt bevetve egyszerűen ehhez már rövid az idő, hogy az országos lista 5%-os küszöbén átverje magát és elfogadtassa, hogy egy olyan párt, amire érdemes szavazni, mert be fog kerülni a parlamentbe. Következőképp önök szerint hány párt kerül be a parlamentbe? Jelen pillanatban azt mondjuk, hogy ugyanez a 6 valószínűleg meg tudja ismételni a bekerülést. És új párt nem kerül be? Ha a mostani adatokat nézzük, az alapján nem tudom valószínűsíteni. Nyugaton rendszeresen csinálnak ilyen listákat, hogy mi az, ami választások előtt a leginkább foglalkoztatja a választópolgárokat. Ha lehető legkonkrétabban meg kellene nevezni ezeket a témákat, mik ezek ma Magyarországon, a választási kampány kezdetekor? Legszélesebben vett gazdasági kérdések. De konkrétan ezen belül mi? Munkanélküliség. Elszegényedéstől való félelem. Még mindig van az inflációtól való félelem, és közvetlen utána viszont már a közbiztonság van. És természetesen azért megjelenik az is, hogy a háborútól, tehát egy instabil európai térség is hat már, szóval azért ez érezhetően megjelent a közöntetés. Igen, ezzel összefüggésben elég sokan tartanak nagy menekült hullámtól. Akár délről, akár keletről. Mi lesz az 1994-es parlamenti választások legnagyobb meglepetése Magyarországon? Azt gondolom, hogy az lesz a nagy meglepetés, azt mondom, hogy nem lesz nagy meglepetés, tehát nem lesz olyan nagyon más politikai választási eredményben, más végeredmény, mint amit azért körülbelül ma az ember gondol, vagy hisz. Akkor ez az egész kampány mindenestül legfeljebb arra futhat ki, hogy ugyanaz lesz az eredmény, mint amit ma majdnem meg lehet pontosan mondani? Nem, hogy gyakorlatilag azt mondja, hogy általában két hónappal a választás előtt nagyon közel vannak az eredmények, az ilyen közémtatási eredmények, gyakran közelebb vannak két hónappal a választás előtt, mint egy hónappal a választás előtt. Talán az lesz meglepetés, hogy a kampány sokkal nyugodtabb és higgadtabb lesz, mint 90-ben volt. Úgy érzem, hogy ma már az összes fontosabb részevő felismerte, hogy visszaüt a hisztérikus, gyűlölködő kampány. Sakk. Nem is olyan régen még Robert Fischernek hívták a sakktörténelem legfiatalabb nemzetközi nagymesterét. De ezután két magyar sakkozó lett az ígéretes cím tulajdonosa, először Polgár Judit, és most Lékó Péter. 6 éves koromig nem is tudtam, hogy tulajdonképpen, hogy a sakk létezik úgy. De nagyon szerettem társasjátékozni, rengeteg társasjátékot játszottam. Nagyon mindig, amikor jöttem az óvodából, első az volt, hogy na, ki játszik velem társasján. Ha senki nem játszott, akkor egyedül játszottam, de mindig játszottam. És hát sokat fociztam. És utána egyszerűen mentünk az Adriai tengerpartra, és ott láttam, hogy sakkozgatnak az emberek, és apukám észrevette az érdeklődésemet, ő úgy tudott sakkozni, megmutatta a lépéseket, meg hát úgy pár trükköt, és azon a héten ott már volt, hogy megvertem ilyen 7.-8. gyerekeket, és az egyiknek az apukája tanár volt, és az a tanár ember ajánlotta azt, hogy kezdjek el sakkszakkőre járni, mert hogy lát bennem fantáziát, jó a kombináló készségem. És hát így kezdődött. Lékó Péter Szegeden él édesanyjával, nagymamájával, testvérével és Hektor nevű kutyájukkal.
A hét egyik felét itt tölti ebben a házban, a másikat Budapesten, edzőjénél Fehér Gyulánál. Teljesen hétköznapi gyerek, focizik, teniszezik, hógolyózik. Különös ismertetőjele, hogy január végén bekerült a rekordok könyvébe. Ő jelenleg a sakkvilág legfiatalabb nemzetközi nagymestere. És mint szavaiból kiderül, nem is olyan egyszerű a legfiatalabbnak lenni. Úgy érzem, hogy ellenem nem annyira szeretnek sakkozni, mert nyilvánvaló, hogy presztízs dolog, hogy mondjuk egy 14 éves gyerektől kikapjon az ember. De így, hogy most már megvan a nagymesteri cím, nem olyan nagy szégyen, mert én is nagymester vagyok. Most sikerült teljesíteni harmadszor a nemzetközi nagymesteri normát. Én lettem így a világ legfiatalabb nagymestere. Nekem legelsősorban a nagymesteri cím volt a legfontosabb, nem is az, hogy most a rekordot megdöntsem. Mert hát ez... Kinek a rekordját döntötted meg? Hát így Polgár Juditét sikerült megdöntenem, hát ő pedig 91. decemberében döntötte meg Fischerét. Most pont egy ilyen rövid idő alatt dőlögettek a csúcsok, mert Fischer több mint 10 évig tartotta ezt a csúcsot. Az én sakkozó ideálom Petrosyan. Érdekesen játszott, hát sokan azt mondták, hogy túl pozíciósan is, hogy túl lágymatag volt, de én nem érzem úgy, mert nagyon sok szép partiát láttam, hogy úgy tűnt, hogy na, most védhetetlen a helyzet, veszít, és valami szép pozíciós minőség áldozattal kirúgta magát, és utána még győzött is. Szóval nem olyan sakkozó volt, aki na, ment előre, támadott, de viszont, hogyha kicsit jobban állt, akkor azokat a partikat meg is nyerte. Itt azért elég nagy felelősség van egy lépésnél. Hát sokan azért kerülnek időzavarba, mert úgy gondolják, hogy túl nagy a felelősségérzet ahhoz, hogy lépjenek, hogy nehogy az legyen a rossz. Szóval bátorság kell, hogy nem kell annyit tanakodni egy lépésre, hogy na, most ez jó vagy nem jó. Inkább úgy kell lenni, hogy na, meglépem, biztos, hogy jó, és akkor meglátjuk. Hát van, amikor persze, hogy rossz, de bátran kell játszani. A lépéseket bátran megteszem, nem azért is szoktam gyorsan játszani. Mondják is, hogy lehet, hogy kicsit túl gyorsan is játszom, de megfigyeltem, hogy amelyik lépésre például 20 percet rászántam, utána az a lépés még nem is az, hogy rossz, de a következő az nem jó. Inkább azokat szoktam elfogadni, amelyik az első gondolat, hogy na, erre ezt lépem, akkor végigszámolom, nem jó, nem rossz, akkor miért ne játszom meg, szóval nem gondolkodok annyit, hogy na most ez vagy az. A komputer az ahhoz kell, hogy több százezer játszma van az adatbankban. Meg van adva, hogy melyik játékos milyen megnyitásokat játszik. És hát abból a több mint százezer játszmából kiválogatja azokat a játszmákat, amik neki érdekesek azok a változatokhoz, amiket ő játszik. Azért jó a komputer, mert ott sokkal gyorsabb, hogy nyomom a gombot, mint hogy itt a táblán rakosgassam a figurákat, a sokkal lassabb. Én csak szemlélő vagyok. Utána bírálhatom a lépéseket, hogy majd, hogyha nekem ez kijön, ez az állás, akkor én nem azt fogom lépni, hogyha szerintem az jobb. Sokszor úgy képzelem el, főleg amikor itthon elemzek, hogy na, de most Napóleon mit csinálna egy, hogyha rendes sereg lenne, hogy most hol támadna. Szóval így próbálom játékosan elképzelni, főleg, hogyha itthon sakkozok, hogy élvezetesebb legyen, ne csak ott görnyedjek a sakktáblán, és na... akkor most ki mit lépett. Vannak jó komputerek Amerikában. Nem tudom egyszerűen fölfogni, hogy most csinálj egy komputer, és leülünk, és akkor, hogy ő győzzön. A komputernek az a hibája, hogy ő nem tud úgy gondolkozni, mint egy ember. Szóval sokszor rámegy egy anyagra, tehát, hogy lenyerjen egy pár figurát, de nem veszi észre, nincs olyan jó veszélyérzete. A sakkozó látja, hogy ha azt lépi, beáldoz két gyalogot, de nagy támadást kap érte. A komputer az meg úgy nézi, hogy na most van két gyalog előnye, és akkor kap észbe, amikor már látja, hogy nem sokára mat van. Nincs itt olyan különleges módszer, semmi. Hát teljesen normálisan. Hát, amennyit van kedvem sakkozók, hát a mozgás is nagyon sokat számít, mert hát én étkezésben is másképp étkezek, mint a többiek. Én vegetáriánus vagyok.
És hogyha verseny alatt csak nyerset eszek, télelőtt csak gyümölcsöt, szóval elvédre búzat csinált zöldségekkel, nem megyek a partira. Megvenem az ellenfelet, és akkor visszajövök, ha sikerül. Legalább este nincs egy kis zaftos bélszín, vagy valami? Nincs, este láncsét szoktam menni. Háromszor nyertünk olimpiát, főleg úgy a 70-80-as évek között voltunk nagyon jó. Utána itt lehet, hogy a viszálykodás, túl sokat vitatkoztak az emberek egymással, mondjuk rátette a bélyegét dolgokra, de most úgy érzem, hogy most egy új és egy jó válogatott fog összejönni a következő olimpiára. Én is játszom, igen, meg Almási Zoltán, meg reméljük, hogy Polgár Judit is, és még megerősítve Portis Lajossal, én egy tapasztalt, meg Ribli, hát szerintem nagyon jó helyezésre van kilátás. Nekem az a célom, hogy 2000-re világbajnok legyek, nem nagyon teketóri azok. Szóval lépni kell. A Drót mai műsorának végén figyelmükbe ajánljuk, hogy fölvételünk március 2-án szerdán készült, viszontlátásra jövő héten köszönjük. Házkutatást fogunk tartani itt a házba, meg a videótékájába ilyen jellegű filmekkel kapcsolatban. Gerő Ernő irathagyatéka az összes többi államvédelmi irattal együtt lappang, valahol ott van a kupolában, vagy ki tudja, hogy hol van, minden esetre ehhez nem lehet hozzájutni. Itt az iratok egy jelentős része elveszett, különös tekintettel azokra a dossziékra, amelyek a tényleges együttműködést, a tényleges tevékenységet bizonyíthatnák adott személyek esetében. Valamit ígérnek, valamit bíztatnak, és a végén úgysem úgy lesz, mert nem úgy lett. Mert azt mondták, hogy az átalakuláshoz kell 3-5 év. Én mondtam, jó, ha 10 év lesz, és lassan eljutunk lassan a 10 évhez, és még mindig nem történik semmi. Legalábbis én romhányban nem veszem észre, hogy történne valami.